135 évvel ezelőtt született falusereg, grafikus, iparművész, díszlettervező, több középület külső és belső dekoratőre. A kecskeméti művésztelep egyik alapítója volt. 1910 és 1912 között a Szőnyegszűrő Intézet munkáját irányította. A híres város házi vállalkozása kezdetben sikeresen működött. 1911-ben szőnyegkiállítást is rendeztek, mely kapcsán Lengyel Géza így méltatta. E szőnyegek kigondolója faluselek. Iparművésznek ismerik, de helyesebb talán anyagművésznek nevezni. Kevés ember foglalkozik fegyelmezettebb gondossággal, a különféle technikák titkaival, és kevés tud új matériák szellemével gyorsabban meríhatolni. Emellett ötletekben kifogyhatatlan dekorátor, aki a maga virágait szinte érezhető kedvel a végtelenségig tudja variálni. Faluselek kecskeméti munkája is számottevő, de ismerté a könyvtervezés terén vált. Legjelentősebbek az Est híres címbetűrajza, valamint a Nyugat könyvei sorozat címlapjai, illetve magának a folyóiratnak a tipográfiája. 1950. májusában hunyt el.